Köszönöm, hogy eljöttek. Én is eljöttem volna akkor is, hogyha nem kell. Gondolom, hogy összeköt bennünket az, hogy mindannyian szeretjük Révész Sándor zenéjét. Nem fogom sokáig bitorolni ezt a színpadot. Feladatom csak annyi, hogy a főszereplőket felkonferáljam, ide hívjam majd a színpadra, illetve hogy előtte elmondjam, hogy milyen nagy és különleges öröm nekünk a Helikon kiadónak, ugye én a Helikon kiadó vezetőjem, Nagy Miklós vagyok, szóval, hogy milyen különleges öröm számunkra az, hogy itt van ez a könyv, kézbe foghatjuk. Kollégáimmal együtt, akik mindannyian nagyon szeretik Révész Sándort. Sándor ezt úgy mondja, hogy nagy zenebarátok. Rajongónak is mondhatnám, és sokat beszélhetnék arról, hogy mit jelentett nekem Révész Sándor a ifjúkoromban. Szóval a kollégáimmal együtt mi nagy szeretettel, régi, nagy és nem múló szeretettel terveztük, ápoltuk, simogattuk ezt a könyvet egészen idáig, hogy most már kézbe is foghatjuk. És tényleg meg vagyok illetődve, tényleg ez egy különleges pillanat nekem. Most már csak annyi maradt hátra, hogy mielőtt felkonferálom a főszereplőket, arra kérném önöket egyrészt, hogy a mobiltelefonjukkal, aki még nem tette meg, tegye meg, amit ilyenkor kell és szokás. És arra szeretném még kérni a nézőket, hogy hagyjuk a fotósokat dolgozni, és képeket csak a helyükről készítsenek. És akkor szeretném felkonferálni most már tényleg ennek az estének a főszereplőit, egyrészt Vágó Pirost, aki kérdezni fogja Révész Sándort, és magát, Sándort. Gyertek! Jó estét kívánok mindenkinek nagyon sok szeretettel. Én annyira szerencsés helyzetben vagyok, én vagyok legközelebb Sándorhoz. És ezt az este végig, már mint a beszélgetésünk végig, vagy amíg itt el nem hagyjuk ezt a terepet, ez most nagyjából így is lesz. De az biztos, hogy meglepett a felkérés, és nagyon megtisztelőnek tartom, úgyhogy nagyon köszönöm szépen, hogy beszélgethettünk. Több okból is meglepődtem rajta, de most ezeket nem akarnám sorolni. Inkább azt mesélem el, hogy múlt héten találkoztunk, mert valahogy úgy hozta a sors, hogy mi még sosem találkoztunk egyik rádióban sem, még összefutás szinten sem. Viszont amikor a múlt héten szerveztünk egy találkozót, akkor Sándor 3 darab macskás képpel várt engem. És körülbelül a beszélgetésünk fele az a macskákról szólt. Kevésbé a könyvről. Tehát felkészültünk a mai estre. Igen, úgyhogy egy közös pont az már mindenképpen van, de lehet, hogy ejtünk szót a macskákról, de alapvetően nyilván nem ez a célunk. Itt van ez a gyönyörű könyv, tényleg nagyon szép. Én még nem ezt a formát olvastam. Úgyhogy nem láttam, hogy ez lesz a végleges, de nagyon-nagyon szép a könyv, ami a kölyök életéről szól. És hát rögtön nyilván ott kezdődik, az emberben felmerül a kérdés, hogy az alapján, amit látok belőled, nem azt gondolom, hogy te bármit meg akarnál magyarázni, meg akarnál mutatni még. Mi vezetett rá, hogy te szeretnéd elmesélni az életed történetét? Mindenek előtt nagyon-nagyon hálás szívvel köszönöm, hogy ennyire eljöttetek, és szeretettel köszöntelek benneteket. Elmondani erre a kérdésre a választ tulajdonképpen talán ott kezdhetném, hogy a velem történt egészségügyi megrázkódtatás az egyik oka volt, amiért időt adott az élet nekem arra, hogy ha kreatívan szeretném eltölteni valamivel, akkor többek között ez a lehetőség is felkínálkozott, hogy éppen könyvet is írhatnék. Valahol a könyv elején célzok arra a 30 évvel ezelőtt történt felkérésre, amikor szó volt már egyszer arról, hogy azt hiszem 1986-ban, hogy írt volna valaki rólam egy könyvet, azt még nagyon korainak éreztem. Érthető módon elég sok minden történt már akkor is velem az életemben, hála Istennek a két zenei blokk az életemben úgy a generál, mint a piramis már a múlté volt, tehát lett volna valójában miről írni.
de nem éreztem időszerűnek. Köszönöm ezt a Presser Gábornak, mert annak idején 86-ban együtt dolgoztunk, és az ő köreiből, az ő holdudvarából voltak nagyon komoly újságírók és szakemberek, akik ösztönöztek arra, hogy esetleg ez a könyv szülessen meg. Azt hiszem Tőrös Istvánnak hívták név szerint az egyik kedves újságírót, aki kínálta magát, de mondom, akkor még nem állt szándékomban. Aztán elmúltak évek, évtizedek, 30 év, és most, amikor 2 évvel ezelőtt történt velem, ami történt, az elgondolkodtatott azon, hogy ha valamikor, akkor most igazán időm van rá. Nem kell kiszakadnom a hétköznapok fénytöréséből, hogy koncertezünk, vagy jövünk, megyünk, hanem igazán nekiállhatnék elmélyülten foglalkozni ezzel. Két nagyszerű ember állt mellém ebbe a vállalkozásba, a kiadón kívül, akit majd később szeretnék név szerint is említeni, de a két ember, dr. Bálint Csaba barátom, és mindenek előtt a hölgy Derksen Gyöngyi, aki társam manapság a hétköznapokban is, ő volt, aki lejegyezte a könyvet, de valójában minden, amit én elmondok a könyvben, az egyes szám első szemében az én vallomásom. Úgyhogy ez röviden a válaszom a kérdésedre, és örömmel tettem, mert valójában a szeretteimnek az összegzése, a családom mérétegeibe való kutakodás, visszaemlékezés, a magánéletem átmeneteinek a felidézése mind olyan ösztönző erővel bírt, hogy ezt szeretném megírni, és ez meg is történt. Nem bulvár, a legmesszebb menőkig tudatosan kerültem a bulvárnak minden árnyalatát, mert nem állt szándékomban. Tudom, hogy abból sikerkönyvet lehetne írni. Az életemnek sok vonatkozásban szerintem igazán szaftos apropót szolgált. Mit nevettek ezzel? Szóval én ezt nagyon jól tudom, abszolút tudatában vagyok ennek, de egy 14 éves leánygyerek apjaként, ha más nem, őt szeretném megkímélni attól, hogy az apjának az előéletéről ilyen módon szerezzen tudomást, ilyen bulvár vonatkozású dolgokba, úgyhogy ettől szerettem volna őt megkímélni, meg szerintem titeket is egy kicsit. Úgyhogy, és így indult a könyv. Azért oké, értem, hogy nem akartál bulváros lenni, de mégiscsak olyan események történtek veled, amik nem átlagosak. Tehát én úgy fogalmaznék, hogy te az átlagnál egy kicsit fajsúlyosabb pakkot kaptál, vagy választottál, amiben az egyik oldalon ott volt a mérhetetlen nagy tehetség, de a másik oldalon meg volt bőven feldolgozni való. És akkor nem tudom, hogy belecsaphatunk-e esetleg azokba a történetekbe, amik téged meghatároznak, és amiktől te most az vagy, aki. De az első és legfontosabb indulótőkénk a családunk. A családunkból táplálkozunk ugye először, és aztán a tőlük kapott, akár több generációra visszavezethető pak az, amit először elkezdünk az önismeret során kibontogatni, megnézegetni, de szép ajándék, de nem biztos, hogy tovább akarom adni a gyerekemnek. De hogy itt van például rögtön, hogy az volt számomra meglepő, hogy ugyan néhány helyen említetted, hogy a szüleid válása megviselt, de semmiféle haragot vagy kritikát nem éreztem. Akkor is csak el tudtad fogadni, hogy ez van és ez történik, és ők így tudnak szeretni, és ezt te már akkor valahogy egy ilyen koravén bölcsességgel tapasztaltad, vagy ez azért az évek során fejlődött ki benned, hogy el tudtad fogadni, hogy igen, nekik ez volt, amire képesek voltak. Hát sajnálatos módon szerintem nagyon sokan átéltük, vagy átéltétek ti is ezt a krízist egy család életén belül. Én valahogy nagyon megkaptam ezt, szóval valahogy olyan mély volt, mert volt egy nagyon ideálisnak mondható, az élete végén barátként elbúcsúztatott apa az életembe, aki egy nagyszerű, igazán európer fickó volt, nyelveket beszélt, hihetetlenül olvasott, jó humorú társasági ember volt, akinek a léte, amikor kivonult a családunkból, akkor, bocsáss meg, hogy nem nézek rá, csak
hogy nagy megrázkódtatás volt. Szóval amikor az apa figurát elveszti a gyermek, aki rajongott az apjáért, sebészorvosi minőségében ugye egy példamutató és egy hősies példa volt a szememben, ugyancsak egy pár pillanat volt, amikor aktívan láttam őt operálni éppen, nem tudom, 5 éves koromban, de hogy maga a modell sportorvos is volt mellett, illetve sportolók mellett a Honvéd kosarasok és a Honvéd futballcsapat mellett sportorvos, tehát általa én bebocsátást nyertem olyan lázas hangulatú sporteseményekre, többnyire kosárlabda meccsekre, teltház 1957-ben, 58-ban, olyan mérhetetlen atmoszféra és olyan rajongás a csapatért, akik akkoriban egy vezető csapata volt a kosárlabda sportnak. Úgyhogy ez mind hogy szokták mondani, ez szóval ettől megfosztott az élet abban a pillanatban, amikor ő kiment, ez a fajta mozgékonyság, ez a fajta zsizsegés, ez a fajta örömteli állapot, amikor megfogtuk egymás kezét. A Verseny utca 6-ba születtem, a 7. kerületbe, és ott végsétáltunk a Verseny utcába, és ott voltunk a Népstadionnál, ezt aki ismeri a környéket, azt tudja. És hát szóval az, hogy ő orvosi táskával, én 5-6 éves kiskrampóként megyek vele, és a Tihi Lajos bácsi a legnagyobb focisták mellett találom magam a Népstadion székein, vagy a padjain, meg a nevekre sajnos nem emlékszem, de nagy nevű sport. Szóval ez egy fantasztikus világ volt egy 5-6 éves gyereknek. És az édesanyámnak a melegsége, a szeretete, a szolgálatkészsége, az életörömmel, a tisztasága, egy szőke szín nem festett, hanem eredeti szőke, kékszemű, csodálatos nő volt az anyám, aki nagyon nagy drámaként élte meg szintén a válásukat. Sose felejtem el azt, amikor egy asztal mellett állok, szinte csak könnyek között tudom elmesélni, állok, alig érem föl az asztalt, és az anyám kap egy telefont az apámnak, aki rendkívül bohém életet élt, és hát nem szeretem a szót, de csajozott, szóval állandóan hölgyek voltak az életében, úgyhogy modellt kaptam időben korán. Még úgyis, hogy ideje korán kiment az apakép, ezek szerint mégis megmaradt valami. Igen, és kapja ezt a telefont az anyám, aki vélhetően egy tapintatlan hölgy barátnője volt az apámnak, aki telefonban olyan dolgokat mondott az anyámnak, amitől zokogó görcsöt kapott az anyám. Egyedül vagyunk otthon ketten, én alig értem föl az asztalt, ami mellett álltam, csak arra emlékszem, hogy az asztalra boló az anyám, gyönyörű haja, és zokog, és ketten vagyunk otthon, és akkor lovagnak kell lenned, akkor lovagiasnak kell lenni, mert segíteni kell ezt a pillanatot, és vigasztalom az anyámat, és nagyon-nagyon keservesen sír, és a könnyeit mozhatója az arcán, és nem tudom, hogy miről szólhatott, fogalmam nincs, hogy mi volt a beszélgetés, hát amit ő drámai csöndben hallgatott végig, és hát a hölgy gondolom, hogy csak olyan dolgokat mondott neki, amivel az anyám ráébredt arra, hogy itt lassan vége lesz a házasságunknak, mert egy harmadik beköltözött. Szóval ez mind fűszerezte az én gyerekkori életemet. Mindenkinek az életében, aki sajnos ezt a krízist átéli, biztos, hogy vannak ilyen pillanatok, meg ennél cifrába, akis én ezt időközben öreg fejemmel már tudom, de az én életemben 5-6 évesen ez egy nagyon nehezen emészhető, nagyon komoly útravaló volt az életemben, úgyhogy ha gyerekkornál kezdődik, akkor ez többek között egy olyan emlékezetes epizód, ami szomorú, meg fájó sebeket szakított föl bennem, de emlékeznem kellett rám, mert ez a szintiszta igazság. És akkor ennél még húzósabb történetek vártak, amikre nem is gondoltál. Akkoriban maximum szerintem annyit lehetett tudni, hogy
mármint az akkoriban, amikor a te sikereid csúcsán voltál, hogy a szüleid elváltak. De azt már valószínűleg maximum a szűk környezetet tudta, hogy édesanyád egy leszbikus kapcsolatban találta meg talán azt a fajta boldogságot, amit édesapád mellett keresett először. De hogy igazából ez még neked sem volt akkor, amikor benne voltatok ebben a hármas együttlétben, sem volt világos, hogy ez tulajdonképpen milyen felállás. Igen, én éltem velük 15-6 éves korom körül 2 évig, egy háztartásban az édesanyámmal, a barátnőjével, Ilonának hívták egyébként, és én maximálisan mindent megkaptam tőlük gondoskodásba és szeretetbe, szóval egy rossz szót nem szólhatok rájuk, de és nagyon lényeges dolog, hogy soha egyetlen félreérthető pillanatnak nem voltam tanulja, hála Istennek, pedig számtalan szót toppantam úgy haza a zenekari próbáról, majd nem tudom, 16 éves koromban, hogy bármi is lehetett volna köztük, és flottul nyitottam az ajtót éjjel 10:30-kor, vagy nem tudom mikor, és ilyen nem volt, hogy ettől hála Istennek megkímélt a sors, hogy ilyen pillanatban nem volt részem, de szeretetben nagyon gondoskodtak rólam, és mindenem megvolt, hála Istennek, és valójában akkoriban kezdett kialakulni, egy kicsit előre megyek, mert lehet, hogy kérdeznéd, de én magamtól mondom, hogy akkor történt az életemben az a semmi, ez nem hasonlítható nagy lelkűség, amit kaptam az élettől, hogy... hogy a Pókegon szülei magukhoz vettek egy zenekari próbáról, amikor elmentem, amikor az anyám már tiltakozott, mert az a tanulmányi eredményemnek maximálisan rovására ment a zenélés, amatőr zenekarban játszottunk, hogy ha erre a próbára elmész, fiam, ez volt az emlékezetes mondat, akkor már ne is gyere haza. Valószínű, ma már öreg fejemmel feltételezem, hogy az ő diszkrét életük a barátnőjével, ez egy kicsit feleslegesítette az én kamasz fiú létemet, hogy ott velük élek. Nyilván sokkal szabadabban tudták volna megélni. Nagyon lényeges elmondani, vagy emlékeztetni, hogy akkoriban ez még bűnügy, nem bűnügynek, de mindenféleképpen kriminális tétel volt az egyneműek barátsága, vagy az egyneműek együttélése. Úgyhogy ilyen szempontból egy hazugság, vagy elleplezés kellett, hogy leplezze az ő életüket. Úgyhogy ebből én, amikor kikerültem, akkor egy ilyen látszólag banális történés mentén, hogy elmentem a zenekari próbára, az édesanyám ugyan napközben mondta ezt, hogy akkor már nem menjek haza, de 9:30 körül a Bartók Béla úti tejgyárnak a szembe lévő telefonfülkébe oda mentünk az Egonnal, és fölhívta az édesanyját, hogy anya, ez történt a Sándorral, is mi legyen. Azt mondja, azonnal gyertek haza. Na most ezt én ma öreg fejemmel, lassan 71 évesen, ezt nem tudom, hogy meg tudnám-e adni a gyermekemnek, aki odaállna, hogy apa, barátnőm, mert kitették otthonról, és lakhatna el nálunk, vagy menedéket találhatna nálunk, de ők megadták ezt nekem. Szóval az, hogy ez megtörtént, ezt ma még egyszer mondom, öreg fejjel tudom ennek a súlyát, hogy ez mekkora dolog volt. És úgy képzeljétek el, hogy 2 napra rá, ez egy vasárnap, pénteken történt ez a próba után, és vasárnap, amikor egy vadászatról, az Egon édesapja nagy vadász volt, haza jöttünk, mi elmentünk az Egonnal a kerítőnek, vagy nem tudom, mit csináltunk, nyúlvadászat volt, és az Egon nagyon-nagyon nehezen volt kapacitálat, hogy elmenjünk, mert hajnalban nem tudom, 3-4-5-kor kellett kelni, és azt mondja, de mi nem menjünk, hát én meg új seprő, jó seper alapon nyilvánvalóan mondtam Egon, azonnal pattan ki, és belé is mondom, hogy hát mi az Egonnal testvérbarátok voltunk, szóval ő nekem az él. Nem tudom ezeket elmondani, ezt leírni könnyebb volt, de igazán elmondani ennek a mélységét, mert ez egy nagyon-nagyon árnyal dolog, és 2 év, és 2 évig együtt lakunk,
és két évig mérhetetlen szeretetbe, és kibontakozik bennünk a zenész ember, aki, amire az Egon édesanyja és édesapja egybehangzóan azt mondta, hogy örülünk, úgy képzeljétek el, ilyen felvilágosult emberek voltak, nem tudom, ketten beszéltek, vagy 11 nyelven, és hihetetlen, nem szeretem a szót, de intelligens, finom emberek voltak, akik azt mondták, hogy bontakoztassátok ki azt, ami bennetek van, csak azzal foglalkozatok, semmi mással. Szóval ez a gesztus, amit én megkaptam tőlük, ez hihetetlen volt, és családi békességbe éltünk együtt, és az Egon szobáját osztotta meg velem, ami egy nem tudom, 8 négyzetméteres kis szoba volt, és ott már csak a zene volt az életünkben, ott a gimnáziumban, ezt most ne részletezzük, kitettek minket, mind a kettőnket, úgyhogy de az egy törvényszerű dolog volt, mert nagyon rászolgáltunk arra az iskolába, ugyanis amikor ilyen amatőr zenekarok versenye volt, és mi valahol felléptünk, akkor utána két hétig nem jártunk iskolába, mi sztárok voltunk, úgyhogy azért magától értetődő dolog volt, hogy itt nincs kérdés. Két hétig az iskola, de mondom se kell, hogy az amatőr zenekari versengésben, azt hiszem akkor még Makarenko utcának hívták valahol a 8. kerületben egy kultúrház, ahol játszottunk, és azt megnyertük. Na most az egész iskola ott volt, és rajongott értünk, hát nem értünk, hanem drukkolt a zenekarunknak. Úgyhogy utána, hogy két hétig nem mentünk iskolába, ez többek között az osztályfőnök, meg az igazgatóig, meg mindenhova eljutott nyilvánvalóan, akkor a hajviseletünk, a cigizés, a lelkesítés, az, hogy a zenéről beszéltünk megállás nélkül, és tulajdonképpen a generációnk üzenetét ennek a mérhetetlen erős mozgalomnak, a zenemozgalomnak az üzenetét vittük, és infúzióba kapták az osztálytársaink tőlünk. Úgyhogy az Egont ismeritek, tudjátok, hogy egy csodálatos tehetségű, fantasztikus fickó volt. És hát amikor 2018-ban emlékem szerint kaptunk egy állami kitüntetést, úgy képzeljétek el, hogy egy tömött terembe ülünk valahol, egy állami ünnepség keretén belül, és magam mellé nézek balra, és ott egy ilyen régi öltönyben egy kedves 80 körüli öreg úr, egy kémikus professzor ült, és pedagógusok és közéleti emberek, akit kitüntette, a várományos kitüntetettek, és mellettem van egy szék, ami üres, és körülbelül másfél perc múlva kezdődött az esemény, és hát tudom, hogy innen nem illik elkésni, meg nem tudom, mondom, ki lehet vajon az, aki nem jön el erre az eseményre, holott a nevünk, a székeinken mindenkinek ott volt a neve, én kerestem magam nevét, én oda le is ültem valamikor 5 percen, 8 percen a kezdés előtt, és egyszer csak reflexből a magam székem mellé ültem, és látom Póka Egon Benedek, és akkor tudtam meg, abszolút nem voltam tudatában, hogy az Egon is akkor kap valamilyen kitüntetést. Mert mind jóba voltunk egymással, de nagyon ritkán találkoztunk, és ilyen dolgokat nem osztottunk meg egymással. És a hajszál pontosan 20 másodperccel a kezdés előtt, 10 előtt, akkor az Egon bepattant. Megkapjuk a kitüntetést, és képzeljétek el azt a gyönyörűen emlékezetes pillanatot, amikor a kitüntetésekkel a kezünkbe kint a folyosón az esemény után állunk, és összeborulunk, és sírva áldjuk a szülőket, hogy tőlük kaptuk valójában ezt a nagyvonalúságot, azt, hogy tényleg kibontakoztathattuk az Egonnak, mint zeneiskola igazgatónak, és azt hiszem tulajdonosa is volt a sulinak, amit alapított. A zenek szerzői munkássága, a basszusgitározása mindene példás volt az életében. Én sem szégyeltem semmit, amiért valójában kitüntetést kaptam, és hát ott ebben a nemes szép pillanatban a szülők jutottak eszünkbe, és hát csak könnyek között egymást ölelve folyt a könnyünk, és köszöntük meg, de hát akkor már ők régen meghaltak, áldott Vera néni és Pali bácsi, na hát szóval többek között ilyen epizódok az életemben fiatalon. Volt még más komolyabb veszteséged is igen fiatalon, de nem tudom, hogy szeretnél-e róla beszélni, ugye édesanyádról.
és az ő elvesztéséről, ami szerintem akárhány éves az ember, ezt nem tudja feltétlenül feldolgozni, vagy lehet, hogy magamból indulok ki. Lehet, hogy ugorhatunk időben esetleg, nem tudom, mit szólsz hozzá, vagyis nem szeretném elvenni a dolgot. Lehet, hogy visszatérünk majd erre, mert ugyanakkor meg igen, azt érzem, hogy bennetek valami olyan őserő munkál. Tehát nagyon érdekes, hogy az az őserő, ami elvitt téged a zenéhez, aztán nem mondom, hogy elvitt a zenét től is, de hogy aztán egy teljesen más életet kezdődött később. De akkor maradjunk még a sikereknél, a generálnál, meg a piramisnál, hogy ebben a könyvben ugye nyilván leírod azt is, hogy azt, hogy élted meg a generálos időket, hogy ez tényleg egy hőskor volt. Neked ráadásul volt egy olyan előnyöd, hogy családi kapcsolatok révén Angliában tölthettél egy kisebb időt, tehát már suhancként magadba szívtad az akkor még átkosnak tartott rendszert, meg kultúrát, annak a javait, a nyelvet. És szerintem ez például egy olyan adomány, a nyelv, amivel te aztán végig tudtál dolgozni egész életedben. Hát, hogyha a generál neve fölmerült, akkor mint a legnagyobb iskolát szeretném felemlíteni, így tartom a szívembe. Az, hogy itt ül Magdika és Hédik az első sorba, szóval őnekik... A Várszegi Éva, ha esetleg itt van, és az egész tagság, szóval mi, ha lehet így mondani, rájuk támaszkodtunk, az ő trenírozottságuk a mikrolit vokálnak a később a generálhoz csatlakozott mikrolit vokálnak a biztonsága, az valami őrület volt. Szóval ők, akik nem tudom, 6-7 éves koruktól gyerekkórusba énekeltek, és azt a fegyelmezettséget, azt a hamisan énekelni képtelenséget. Szóval náluk ez alapkritérium volt, hogy ők annyira tudtak, úgyhogy ahhoz, hogy ők csatlakoztak hozzánk, és ezt az egyébként is szerintem jól összeválogatott zenekart, a Várkonyi Matyi, a Novai Gábor, a Karácsony James, a Rek Lajos és én, aki, és az Ákos István Elefánt zenekarvezetőnknek a közösségét, akik emberileg mi nagyon egybe voltunk, fiatalon és lendületesen, de az, hogy ehhez jött még igazán olyan profi a vokál éneklésbe elengedhetetlen trió, hárman voltak többnyire a mikrolidosok, ami egy őrületes magabiztosság volt. Úgyhogy mint tanúság, mint iskola, az a felső fok volt, ami kínálkozott legalábbis az én életemben, aki autodidakta módon álltam a zenéhez, úgy tanultam nagy igyekezettel gitározni, meg énekelni, soha nem jártam énektanárhoz. Sem jártál énektanárhoz? Egy rövid átmenetre, igen, de úgy érzem, hogy amire én szertettem az életemben, meg amit képességet kibontakoztattam magamba, az köszönhető a zeneszerzőknek, a Várkonyi Matyinak, a Novai Gábornak, a Jamesnek, majd később a Piramisba az ottani zeneszerzőknek, de hogy én megpróbáltam asszimilálódni a feladatokhoz és helytállni abba, amikor a Várkonyi Matyi még kezdte ilyen generált megelőző időszakba a Török Mész című dalt felkínálta, és abba iszonyatosan kemény feladatot adott hangmagasságba, és mindenben az nekem egy kicsit irritáló volt, hogy mondom, itt emberek vannak, és itt valójában ezt nagyon kikenyítni a szádat, és szinte ordítani kell, mert az csak úgy lehet, hogy mama, vegyél nekem török mézet, ott nincs mese. És amikor a Matyi erre ösztönzött, tehát ő is ugyanannak a rádió és televízió gyerekkórusának volt valamikor a tagja, aki szintén egy nagyon trenírozott, képzett zenész, ő bátorított arra, és máig hálás vagyok neki, meg az egész tagságnak, mert óriási életre szóló támasz volt az életemben, az emberileg is minden szempontból. Én
Én valójában félszegen, ezt tudom, hogy nem nehezen hiszitek el rólam, de én félszegen illeszkedtem, mert ott mindenki többet tudott, mint én. Szóval az én tudásom az egy ösztönös, kibont, zeneszereteten alapuló valami volt, amit én nagyon-nagyon szerettem, mert 14-5 éves korom, vagy illetve Anglia óta, 13 éves korom óta én a zene bűvöletébe éltem. És az, hogy ilyen profi emberek között is egy spontán szerveződési, könnyed, fiatalos zenekarnak a tagja lehetek, hát az valami felemelő érzés volt. Te voltál ráadásul a legfiatalabb, ha jól tudom, 18 éves. A legfiatalabbak közül voltam, hogy pontosan nem tudom. Jó, nyilván nem voltak óriás különbségek, hogy az egyik őtök 30, a másik 18-20. Nem. Igen. Úgyhogy a generál egy életre szóló, ha zenész lettem már, pedig lettem, hála Istennek, abban egy életre szóló iskola volt, és egy csodálatos emlékű, együtt töltött pár év. Rengeteg sikerrel, okvetlenül meg kell említeni Hegedűs Laci barátunkat, aki jelezte nekem, hogy sajnos nem tud eljönni, de a szívemből jövően szeretettel hívtam volna, de jelezte, hogy nem tud eljönni, ő állt mellénk. Akkoriban még a menedzser státusz, mint olyan, vagy ez a szerepkör, ez teljesen ismeretlen volt Magyarországon. Legjobb tudomásom szerint többek között az Esti Hírlap című egykori újságnak az újságírója is volt, és egy hihetetlen agilis rátermett fickó, aki olyan koncerteket szervezett, turnékat Lengyelországba, NDK-ba, ami szinte ma kimondva, hogy 10 000-es stadionokba játszottunk nap, mint nap, de volt olyan, hogy többször töltöttünk meg lengyel és NDK stadionokat. Úgyhogy hogy nem üzletileg, de sikerileg még ez is adalékként hozzájött a generál alap kvalitásaihoz, az valami frenetikus dolog volt, mert ma már tudom, hogy a világ siker küszöbéig vitt el minket, ugyanis egyszer csak egy holland kiadóval kötött valami módon dílt, és őnekik csináltunk egy dalt, amint Hollandiában első volt a slágerlistákon, amikor megérkeztünk Hollandiába, akkor elegáns autókkal fogadtak minket, és vittek jobbra-balra, és még megtettünk, nem tudom, egy másfél óra, vagy egy fél órás utat valahova, az alatt kétszer csendült fel a rádióba a dalunk. Everybody Join Us volt a címe, és hát annak a derűje, amit egy holland zeneszerző és egy angol szövegíró írt, és tényleg annak a megoldásai, az tényleg a világsiker küszöbéig repített minket, és ez mind a Hegedűs Lacinak volt köszönhető, tehát ha lehet így mondani, akkor ő hivatalos megnevezés nélkül, de a zenekar 9. tagja volt, és csak hálával tartozunk mindannyian. Csak annyit az ő életéről és a Teremtő Isten igazságosságáról, hogy ő lett a multimédia cégnek a feje, és úgy képzeljétek el, hogy a generál, ha lehet így mondani, kezdte, és a Rolling Stones-tól kezdve a Queenig, a Phil Collins-t, a Guns N' Roses-t és óriási bandákat hozott Magyarországra, tehát tulajdonképpen rajtunk csak élesítette a képességeit, de utána kibontakoztatta, és egy világra szóló, nagyon komoly fickó lett belőle, nagyon komoly életúttal. Úgyhogy a generálnak a sikeréhez az egyik kovácsa is ő volt. Nagyon sok részletet elárulsz a könyvben, apróságokat, finomságokat, amiket nagyon szerettem. És emlékszem egy történetre, de most nem vagyok biztos benne, hogy ez még generálos turné volt, mert hogy velük is eljutottatok NSK koncertturnéra is, illetve a Piramissal is, de amikor egy tréler vitt el benneteket a koncert helyszínére, tehát a tréler tetején utaztatok a kisbuszban, a lerobbant kisbuszban, amit Zero vásárolt közvetlenül a turné előtt, és másfél napot utaztatok, vagy nem tudom, és így elképzelem, hogy érkeznek a magyar sztárok Budapestről, és lekecmeregtek a tréler tetejéről. Jó, az csodálatos. Hát igen, az a Piramissal történt, ez 1970
66-ban, vagy 77-ben van, hát egy megtisztelő meghívást kaptunk egy nyugat-német menedzsertől, hogy a Steppenwolf amerikai zenekarnak az előzenekaraként játszunk egy pár koncertet együtt. Na most hát nagyon hosszú lenne a könyvbe, egy kicsit részletesebben írok róla, hogy mi vállaltuk, hogy a mi felszerelésünk lesz a hangosító apparátusa ennek az egész koncertturnénak, és hát a megérkezésünket követő napokban szerelték be a technikusaink a hangszórókat, és nem tudom, ez nagyon hosszú lenne részletesen és igazán élvezetesen elmondani, de a lényege az, hogy, illetve amit kérdezel arra, a lényegi válaszom az, hogy egy Offenbach nevű nyugat-német város előtt 20 kilométerrel lerobbant a személyszállító buszunk. Az a busz, az abba utazott a Piramis zenekar 5 tagja, meg talán 2 technikus. Na most úgy képzeljétek el, hogy én akkor még kibontakozóban lévő német nyelvtudásommal egy ilyen útmenti telefonba bebújtam, és ilyen segélykérő telefonba, és elmondtam, hogy mi egy magyar kultúrdelegáció vagyunk. Mindezt óriási szélben, valami novemberi rettenet időben. Igen, ez november, decemberben van, igen. És hát alig tudtam pontosan megnevezni, nyilván nem tudtam, egy nagyon komoly balhé történt, az autóval teljesen megállt, és nem tudtunk tovább menni. Most azt képzeljétek el, amikor a segélykérő kiküld egy trélert, ahogy mondod, segítségül, és fölhúzzák ezt a 238-as Fiat öreg buszt a trélerrel, de abba bele kellett ülnünk, ugye, mert úgy tudtunk megérkezni a szállodába. Ma már nem tudnál így megérkezni, mert nem hagynák, nem lenne biztonságos. Nem tudom, akkor már utaztunk vagy 12 órát, és az autónak a nem tudom milyen technikai problémám miatt nagyon gyakran meg kellett állni, de 12 órás út után ez volt a végjáték, a finálé, hogy ilyen módon föltérezik, és így érkezünk meg a szállodához. Ez azért, ugye hát eleve ekkora hajakkal, meg szakállakkal, meg a ródjaink őrületes figurával, ott ugye megérkezünk. Én a szerény német tudásommal bemegyek, és mondtam, hogy ez volt a legnevetség, hogy kölcsön kellett kérnem 300 márkát a recepciót, hogy ki tudjuk fizetni az autót. Ez nem volt közömbös, mert nem volt nálunk semmi pénz, illetve ami pénz akkoriban volt a zenekar körül, az mind a felszerelésbe, tehát oda érkezett a frankfurti repülőtérre, nem tudom, Amerikából 16 hangszóró, meg 8 mikrofon, meg egy nagy keverőpult, meg minden, úgyhogy teljesen nincstelenek voltunk, úgy kezdtük ezt az egész turnét. Tehát ez a 300 márka, ez nem volt vicc, hanem tényleg kölcsön kellett kérnem. Hát képzeljétek el azt a típusú bizalmatlanságot, hogy a recepció egy idős hölgyre, emlékszem rá, hát akinek ugye semmi, nem tudom, hogy egy népszerű magyar zenekar megérkezik. Ez őt nem hatotta meg egy pillanatig se. Úgyhogy, na és hát onnantól kezdve őt a fekete leves, mert jó, ez megvan, de hát másnap koncert van éppen ebbe a korábban említett Offenbach nevű városba. Egy 15 ezer stadionba játszottunk, azt ugye nem egy percig nem nagy fűskodok, hogy ugye ránk egy jegyet nem vett senki. A ez nem visznek szállom, hanem ez tény, hogy a Steppenwolf volt vonzó, mert tulajdonképpen mi azt a pár koncertet, amit játszottunk Németországba, 2 Hollandiába, 1 Svájcba és Ausztriába, azt hiszem 2, ez mind amerikai támaszpontok, akkoriban 79-ben vagy 78-ban van, tehát amerikai támaszpontok körül a Steppenwolfnak volt akkor a neve, hogy ők voltak az igazi magnetizmus, és hát őrájuk vették a jegyet, és teltház mindenhol, meg óriási érdeklődés, hála Istennek, és mi az előzenekar voltunk, de mondom még egyszer, és itt kanyarodok vissza a felszereléshez, úgy volt szervezet, Somla, és köztudottan egy nagyon ügyes szervező fickó volt,
Áldja az Isten, ahol van. Lajos úgy intézte ezt a dolgot, hogy a frankfurti repülőtérre megérkezett az összes hangszóró, amit az üres ládákban, mi ekkora hatalmas ilyen Martin-szerű, vagy nem tudom milyen utángyártott ládákban, csak a faanyagot vittük ki valójában, tehát a ládákat, és abban a hangszórót, azt ott a frankfurti repülőtéren kaptuk meg, hát ahogy mondtam, a mikrofonokat és az egyebeket. Ez volt a következő fejezet, amikor az idős hölgynek a recepciónál az még komikusabbá tette a helyzetet, hogy körülbelül ilyen széles volt a folyosó. Tehát itt van egy recepciós pult, és itt van egy ilyen széles folyosó, és ott előtte kellett elhaladni, hogy a szobák felé a lépcsőkön föl tud menni. Na most, amikor mondtam, hogy egy pötnyi technikai kis beavatkozásra lenne szükség, és ennek ügyében mi szeretnénk egy-két tartozékot fölvinni. Most úgy képzeltek el, amikor a ródok, de háromajtós szekrényi ládákat vittek el ezen a folyosón, de mit tudom én, 15 darabot, föl-le, mindezt ekkora hajjal, ekkora szakáll, szóval a komika felső foka volt. És hát az igazi dráma az volt, amikor másnap a koncert helyszínén összeállítottuk a felszínt, és kiraktuk, hát látványra óriási volt minden, de hát Csabai Tibor barátunk, aki itt ül az elsősorban az Omegának, tőzsgyökeres hosszú éveken át technikusa volt, ő tudja legjobban, hogy valójában ezek a ládák le voltak gyártva méret szerint. Ez olyan, mint hogy az asztal méretét, hát ez nem jó példa az asztal, de hogy szóval ez nem úgy megy, hogy a hangfalakat csak úgy meg lehet csinálni, annak a belső terelő lemezei, ott vannak az igazi titkok. Úgyhogy ez a felszerelés, ez a kincsekért vett, és minden pénzünk benne volt, ez semmit kalapszarmá, bocsánat, szóval semmit nem ért, abszolút használhatatlan volt. És ez az első koncerten kiderült, de úgy, hogy akkor még előttünk volt, még ez az első buli meg se történik, és még előttünk van 5 vagy 6 koncert. Úgyhogy mentek a recepcióshoz kérni márkát, hogy akkor lecserélnénk hangfalakat? Nem. Hát a megoldás az volt, hogy a német menedzser, aki egy skót származású fickó volt, abban a pillanatban Angliából kért egy cuccot, és a komoly kamionnal másnap ott volt Angliában, tehát már a második koncertet, mert a Steppenwolf az kikérte magának ezt, hogy akár, hogy ilyen felszer. Az első bulit lejátszották, de hát a második tovább már szóval, hogy... Na és hát visszatérve az autóra, az volt a dráma, aminek én akkori szerény német tudásommal, ami azóta sem fejlődött, nem tudom, az nagyon, de el tudtam mondani a Zérókának, aki egyébként a Kártágónak a basszusgitárosa már vagy 30 éve, de akkor még a Piramisnak a technikusa volt, hogy mi van az autóval. Mert a trélerről utána elvitte az a tréleres autó az autószerelőhöz, és másnap jött, hogy nem tudom, azt hiszem 3500 márkáit tudja megjavítani. Hát ami akkoriban akkora pénz volt nekünk, meg nem. A Zolika, ha itt lenne, akkor szerintem még most is elsírna magát, de ott konkrétan elsírta magát, és remegő száll, és 350 márkát adtak azért a buszért ott abban a pillanatban. És nem volt más megoldás, úgyhogy csak ilyen módon tudott megszabadulni tőle, mert haza kellett volna valami módon hozni, vagy 3500 forint márkáért megjavítatni. Úgyhogy így kezdődött a mi nyugat-európai sikertörténetünk. Na de hát az, hogy a koncerteken viszont óriási sikerünk volt, mert a Piramis akkor nem tudom, 2 éve létezett, és tele voltunk energiával, egyébként mind az 5 év alatt végig tisztességesen csináltuk a dolgunkat, de akkoriban meg végképp. És a Steppenwolf pedig már több elbúcsúzás után, már régen nem eredeti tagokkal, de azt hiszem az énekes, a basszusgitáros egy-két eredeti tag még volt a zenekarban, de ők egy ilyen utólag összeálló zenekar volt. Az ő sikerük miatt hozta valójában a skót menedzserőket az amerikai támaszpontok köré, mert tudta, hogy nagy név még mindig a banda, tehát nagy vonzerej volt. Talán az Easy Rider, a Szelíd Motorosok filmre emlékeztek, ugye abban a Steppenwolf szerepelt, és hát valójában egy világsikerű zenekar volt a 70-es években. Úgyhogy ezt ilyen módon éltük meg. Szerényen nyilván, hát a legkomikusabb dolgok, Pinyóka, a legjobb tudomásom szerint nincs itt,
a piramis egykori szeretett dobosa, de hát ő volt az, aki most ilyen nagyon bensőséges dolgot mondok el, amikor a buszból, mert később aztán egy nagy bérelt, nem tudom, 40 személyes buszba utaztunk, és a Pinyokának csak annyit mondtuk, a Pinyok nagyszerű humora van, és egy végtelen kedves, bájos ember, akinek mondhattuk azt, hogy szimat, ez azt jelentette, ez a Lajosnak a szava volt, szimat, az azt jelentette, hogy az amerikai zenekar által meghagyott ropikat, meg ami létezett a buszban, azt a Pinyok összeszimatolta, és egyébként pénzünk semmi nem volt, de semmi. Szóval ez a szimat, ez volt a kurs szó, és a Pinyó azonnal tudta, a maradék is ki nem bontott sörök esetleg, hát azok még a busznak azokban a kesztyűtartóiban, meg nem tudom miben. De hát a zenekarszal, mint emlék, mert ezt mindezt végig hihetetlen derűvel, meg örömmel csináltuk végig, és még egyszer zeneileg visszakanyarodok, hogy nagyon nagy sikerünk volt, miután mi az útunk elején jártunk, egy pár dal tangul énekeltünk, és a zenekar iszonyatosan megszeretett minket a Steppenwolf az egész gárdával, emberileg nagyon jól voltunk, és a technikusok különösen nagyon szerettek minket, olyan effekteket, olyan dolgokat használtak ezzel a hatalmas angol felszereléssel, ami óriási élményé tette a mi zenénket, hogy hallottuk, hogy a dolgok úgy szóltak, ahogy annak szólnia kell, mert amerikai technikusok kezelték a berendezést később, azt sem bízták már ránk nyilvánvalóan. Igen, pont azt akartam javasolni, hogy így elnyugodtam, mert közben már így formálódik bennem a következő kérdés, hogy ugye az előbb mesélted a generál kapcsán, hogy te voltál a legképzetlenebb, te voltál talán a legfiatalabb is. A piramissal viszont már talán ez a fajta érzés elmúlt benned, meg hogy ott már lehet, hogy megérezted a rockstárságot, és annak azt a fajta energiáját, amit te a színpadon nagyon is tudtál képviselni. És hogy mennyire jól működött ez a közönséggel együtt, mert hogy ők meg egész egyszerűen tényleg rajongtak értetek, és Magyarország legsikeresebb formációja voltatok. Ezt meg azért föl kellett valahol hát az dolgozni. Egyik, talán az okay, egyik legsikeresebb, igen. Hát a piramis az egy körüljárhatatlan, szinte elemi részeibe felidézhetetlen sikerű és históriájú zenekar. Szóval Horváth Attila, aki szívből remélem elfogadta meg kívást, és itt van Attila szövegei. Attila szövegei, az életérzést, amit ő meg tudott fogalmazni, és megérintette az akkori csöves generációt, az valami akkora teli találatot, amit fogalmunk se volt, hogy ennek mi a természete, hogy ez hogy érintette meg ennyire azt a generációt. A zenekar tagsága, a Janónak az ős tehetsége, a Pinyókának a humora. A Lajos, akiről örömmel ragadom meg most itt is az alkalmat arra, hogy elmondjam, hogy nehogy az élete utolsó 15 évében rájellemző arculattal, meg attitűddel gondoljatok rá, mert ő egy hihetetlen egyenes tekintetű, nagyon-nagyon szeretetre méltó ember volt, nagyszerű szervező, hihetetlen kohézionáló vezetője volt a zenekarnak, aki sajnos szenvedélybetegség, meg mi egyéb miatt
került részben olyan egészségi állapotba, meg egzisztenciális körülmények közé, de őt úgy kell őrizni a szívetekben, ahogy esetleg itt páran a 70-es években koronatanúi voltatok a mi aktív éveinknek, mert ő egy nagyszerű sász volt. A Gallai Peti szótlansága, de mérhetetlen tehetsége, és állandóan mosolygó emberi attitűdje, az a szeretnivaló kedvesség, ami áradt a Péterből, és az én képességeim, amit ahogy Piros ecsetelte, hozzá tudtam tenni, hát így egy teli találat volt, ezt utóbb lehet tudni, hogy egy nagyon... Nagyon sikeres és emlékezetes 5 év volt, amit együtt töltöttünk. Hát valójában ilyen közönség találkozókon úgy szeretem, hogy általában beszélgetés alakul ki a színpad és az érdeklődők között, úgyhogy boldogan, csak most erre azt hiszem az időkeret miatt erre itt nincs lehetőség, de valójában a piramissal, meg egyáltalán a dolgokkal kapcsolatban bárkinek lenne kérdése, akkor azért szívesen válaszolnék én rá. De a könyvbe szerintem igyekeztem megírni és összefoglalni, és megírni azokat a benyomásokat, azokat az emlékeimet, azokat a kedves pillanatokat, amik igazán meghatározták az aktív éveinket. Tulajdonképpen utána jött egy olyan időszak az életemben, amikor 81-ben kiváltam. Egy kicsit a kiválásom, tudom, hogy sok kívánivalót hagyott maga után, mert egy kelet-németországi, kelet-berlini koncerten, koncert közben jelentettem be, hogy én ebben a formában a zenekarnak ez az utolsó fellépése. Akkoriban nem szégyellem, én voltam főleg, aki a Lajossal szembeállt, én, aki 15 éves korom óta nagyon-nagyon tiszteltem és szerettem őt, de ott egyszerűen artikulálnom kellett a zenekar létét, feltételező jövőképnek a vízióját, hogy vajon mi az. És mi csak a külföldi lehetőségekben láttuk azt, hogy azzal tudnánk meg túlélni valójában a Magyarországon egy kicsit a 80-as évek, 80-81-ben a mélyebb repülésünket. Egy percig sem titok, hogy én nem riválisként, de tudomásul vevő szívvel és szeretettel álltam a Hobo Blues Bandhez, a Beatricehez, a Zeddához és mindenki, aki színre lépett. De valójában az a frissesség, amit ők képviseltek, az egy kicsit elhomályosított a piramis körüli egykori nimbuszt. Úgyhogy ezt tudomásul kellett vennünk, hogy elmúltak velünk azok az idők, tehát 75-ben csatlakoztam én személy szerint a zenekarhoz, de 81-re már megfáradt a zenekarunk. Ezt én énekesként a közönség részről, hogy mondjam, a színpad előtt már éreztem, hogy valami nem úgy működik, mint működött még, bocsánat, évekkel azelőtt. És tulajdonképpen ezt, amikor artikuláltam a Lajos felé, és szózatokat mondtam, és buzdítottam arra, hogy valami módon külföldi dolgokat, Csabai Tibi megint, aki itt az elsősorban, ő a korona tanúja azoknak az éveknek, hogy ők az Omegával rengeteget jártak ki, mi is ezt az utat szerettük volna járni. Nem azt, hogy Németországban éppen, ahol Németországban, Svájcban az Omega volt nagyon nagy sikerű, hála Istennek, hanem mi a Steppenwolf bemutatkozás és az ottani fogadtatásunknak a reménye élt a szívünkbe, hogy talán ennek mentén sikerül majd valami módon egy kinti karriert is építeni. Mert akkor, ahogy mondtam, a konkurencia színre léptével éreztem, hogy a piramisnak valahogy meg kéne újulnia ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. Az Omega mindig a külföldi turnékról olyan technikai újdonságokkal és olyan arculati és színpadtechnikai dolgokkal jött elő többek között a jó zenékön kívül, hogy ez elgondolkodhatott, hogy itt nincs mese, egyszerűen mindenkünk is föl kell kötni a gatyánkat és színvonalasabb színpadi dolgokat produkálni. És
nem tudom, de hát nyilván ezt a lépést mi nem tudtuk tartani, sajnos, és ezt én személy szerint mindig a Lajoson úgymond kértem számon, hogy főnök, én úgy szólítottam őt, főnök, valamit lépni kéne, és próbáljunk. És hát ő mindent, mindig nyugodt, átölelt, Sanyika, igyekszem meg, nem tudom, de tudom, hogy meg volt kötve a keze, hiszen ez nem úgy ment, hogy már holnapra hoz egy komoly szerződést. Úgyhogy sajnos a piramist így elkezdte enni tulajdonképpen belül ez a fajta sikertelenség. A Lajosnak szerintem akkoriban a baráti köre is megváltozott, ami szerintem egy kicsit a nyitánya volt majd a későbbi katarzisnak, ami az egészségére ment, és egyáltalán, de hát ez már nem rám tartozik, ez magánéleti dolog volt, de hogy így a piramisnak tulajdonképpen, hogy szépen csöndben vége lett, úgyhogy ott én egy kelet-berlini koncerten végül is érleltem magamba azt a keserűséget és azt a csalódottságot, hogy éreztem, hogy valami nagyon megrekedt. Én akkor kiléptem a zenekarból, és tulajdonképpen fogalmam nem volt, hogy mit csinálok. Abszolút nem volt semmi képem arról, hogy merre tovább. De abszolút biztonsággal és olyan barátokkal, a Szepes Márda néni barátsága akkor kezdett kibontakozni, úgyhogy akkor történtek olyan belső lélektani változások bennem, ami támasztékot és biztonságot adott nekem a hétköznapokban. Egzisztenciálisan jól voltam, abszolút nem volt semmi hiányérzetem, és a Mária nénnek a barátsága az rengeteg erőt adott ahhoz, hogy ő felkészítette arra, hogy ez a siker ez nem tart örökké, és szokjak hozzá ahhoz, hogy a hétköznapokba is vissza kell illeszkedni, és meg kell találni a magam helyét benne, és gyarapodni. Mária néni gyönyörű kifejezése volt, aki azt mondta, hogy fejlődni csak befelé és felfelé lehet. Úgyhogy én ebből a mondatból mertem azt az erőt magamnak, hogy egyre többet kezdtem olvasni. Ráértem, ugye, mert nem volt munkám. Ráértem pénzem, jogdíjakból, egyebekből volt, hála Istennek, úgyhogy nem volt semmi egzisztenciális pánik bennem. Meg szerény életet éltem világéletemben, én nem foglalkoztam, soha nem voltam autóbolond, meg semmilyen olyan habitusom nem volt, ami rengeteg pénzt emésztett volna. Egy-két házasság, az nem mondom, hogy... Nyugi, de... majd erről is beszélünk azért. Hittem, van még időnk rá? Igen, szóval, hogy na, azért mégiscsak iszol. Iszol előtte, így áll, igazad van. Ezelőtt a téma előtt jobb, és itt ki az egész poharat. Jég a homlokom. Azt mondtad, az elején nincs tabu. Mert ha már most így felhoztad, akkor én az elején próbáltam követni a német barátnőm, francia feleségem, Ágnes, Zsófia, de egy ponton elvesztettem a fonalat. Erre mondta apám, hogy fiam, te egy nász típus vagy. Ez volt az ő kifejezése. Igazából hát a hölgyek, hát tőletek rengeteget lehet tanulni. Hát ez olyan nekünk jó. Nekünk is tőletek. Hát kölcsönös. Pontosan. Én ennek abszolút tudatában voltam világéletemben. Én is egy állandó tanuló vagyok, úgyhogy értem, nászer. Amiről beszélsz. De hogy egyébként voltál egyedül? Hosszabb ideig? Tehát mondjuk úgy értem, hogy néhány hétnél hosszabb ideig. Persze voltam. És hát hosszú téma ez. Szóval, nem tudom, meddig béreljük a termet, de hogy szóval ez egy hosszabb dolog. Vállalok mindent, ami volt, minden szép, minden jó, semmi az égvilágon, semmi olyan tapasztalatom nem volt sem egzisztenciálisan, sem érzelmileg, sem semmilyen szempontból, ami ezügybe keserűséget okozott volna. Volt, ami volt. Nem tiltotta az alkotmány. Nagyon szépen kikerülted. De egyébként valóban nagyon jól felvállaltad a különböző hölgyeket a könyvben, és nagyon sok szépet írsz. Meg is érdemlik. Igen. Csak azért jutott egyébként eszembe, mert
több dalodban is megütötte a fülemet, hogy én nem tudok asszony nélkül élni, én nem tudok egyedül élni, és akkor azon gondolkoztam, hogy te ennek szellemében éltél. Hiteles, hát egy előadó legyen hitelem. Úgy érzem, hitelesebb. Azt gondolom, hogy a sikerednek ez az egyik titka, hogy valahogy mindig biztos sikerült szívből élned, akármit is csináltál, mert hogy akkor kanyarodjunk el oda Szepes Mária néni barátsága okán, hogy te aztán olyannyira a faképnél hagytad a rocker életet, hogy elköltöztél egy alföldi tanyára. És hogy én azt gondolom, hogy neked ott egy új élet kezdődött. Tehát ha volna abszolút két életed, neked te megvalósítottad, még ha nem is abból az értelmezésből. Hát a Mária nének valójában semmi köze nincs az én vidékre költözésem. Ez egyszerűen az az igény inkább, hogy a csendre és a békességre és a hétköznapok nyugalmára vágyó szándék vezérelt, amikor elköltöztem. És hát, ahogy most eljutottunk a piramisig, tulajdonképpen ott volt egy olyan fajta zenit 30 éves korom körül, hogy azt mondtam, hogy akkor most egy másik ütemét keresném meg az életemnek, hogy mi az. És olyan mérhetetlen jó volt egyszerű emberként betagozódni és beilleszkedni egy tanyasi közösségbe tulajdonképpen, ahol pár száz méterre vannak egymástól a házak, és ez az én házam, az én váram, szellem az ott meg életre kell tulajdonképpen, mert olyan fazonokat, olyan embereket, olyan sorstársakat és olyan szeretett embereket ismertem meg a 20 év alatt, amit ott töltöttem közöttük, vagy hát befogadtak, és ott élhettem, hogy azt elmondani nem tudom. A korán jövő siker, meg egyáltalán az életemben ez a típusú futószalag, amit én annak mondtam sokszor, hogy 15-6 éves korom körül az egonékféle jó indulat már a szülők részéről, és utána a generál sikere, meg a piramisnak, ez 10 év alatt lepörgött valami olyan intenzív dolog, ami szerintem életkorilag nem biztos, hogy okvetlen passzol a 18-tól 28-30 éves kori fiatal. Más még akkor, nem tudom, a posztegyetemi tanulmányait végzi, meg extra doktorátus tesz, meg nem tudom, mi meg akkor már így összecsaptuk a tenyerünket, és azt mondtuk, hogy, vagy én mondhattam, hogy túl vagyok nagyon sok mindenen. És az a nagyon sok minden, az egy másik ütemet kívánt, hogy hol van az a felület, nyugalom, békesség, ahol ezt meg lehet élni. És akkor a barátaim, áldott barátaim, akiről szintén írok a könyvben, Julika és István, ők egy mind a mai napig szívlélek barátaim, egy emberpár, gyermek nélkül élő, közel 50 éves házasságban, csodálatos szívlélek barátaim, ők bemutatták ezt az életformát, és amikor először lementem oda, ez egy Ásott Halom nevű kis település környező tanyavilág, római számokkal van fölosztva, tehát valahol itt van a falu, és attól nem tudom, 8-10-15 kilométerre még mindig ehhez a közigazgatási területhez tartozó körzetben, a 9. kerületben, amikor sikerült megvennem a házamat, ami egy egykori szélmalom volt, tehát a maga kedvességével, a maga bájával, a 55 centis falaival, és a nyugalmával, csendjével, csend, szóval olyan atmoszféra, hogy a szavakkal nem tudom elmondani, hogy azután a harsány előzmények után, amit én megéltem 18 éves koromtól, vagy 16 éves koromtól, az egy üdítő új felület volt, és egy csodálatos millió, amiben belecsöppentem. 20 évig éltem ott egyébként, de hát onnan én nem voltam inaktív, tehát onnan én a 92-es, őt emlékezetes sportcsarnoki koncertje a piramisnak, az onnan született tulajdonképpen, az ottani erdei barangolásokon éltem meg a közönség köszöntésének, meg sok olyan pillanatnak a varázsát előre, mert csöndbe meg tudja élni az ember teljességgel a pillanatot, és én ennek az életformának a létét azt csak hallomásból ismertem, de megtapasztalni kellett hozzá 20 év, hogy ezt ott megéljem, és gyönyörű volt, szeretett periódusa az életemnek. Ott tudtál talán igazán egyensúlyt teremteni magadban, nem? Hogy megvolt a csended, de ha kellett, akkor megvolt
a nyüzsgés, amikor egy kicsit újra élett a piramis, egyéb zenei projektekben vettél részt? Hát igen, ez ezt többször mondtam, én találtam ki ezt a fura kifejezést, hogy egészséges skizofréniában élek. Szóval az a fajta kettőség az, hogy a színpadoknak a harsány varázsa és a csodálatos milliója és a békesség az ugye nagyon távol áll egymástól, egy tanyasi házban megélhető békesség. De például onnan született a Presser Gáborral való együttműködésnek a lemeze 1985-86-ban. Édes volt, ezt úgy képzeltek el, hogy a dűlő utakon, a homok dűlő utakon ugye van a posta, ami egy jippel, vagy egy nem tudom, valami korabeli autóval viszi a postát, és dobja be a postaládákba, ami egy ilyen hosszú lábakon álló postaláda rendszer, amiben mindenkinek egymás mellett vannak a számokkal elválasztott ládái. És a Gáborral, mert telefon ugye akkoriban nem volt, 85-ben úgy született, hogy az ő gyönyörű budapesti lakásában, meg itt ott, ahol találkoztunk, beszéltük meg valójában lemeznek a körülményeit, hogy szeretnénk és mit szeretnénk csinálni. Hát a Gábor ebbe professzor, aki tökéletesen vázolta az elképzeléseit. És hát, hogy én hogy szerzek tudomást arról, hogy mikor kell Budapestre jönnöm stúdióba, vagy próbálni, vagy valami, azt hogy csináljuk meg? Hát ugye telefonról szó sem volt. Kurblis, meg ilyen-olyan telefonok voltak itt ott, mint pár kilométerre, de hát azzal nem akartam élni. És azt találtuk ki, hogy itt volt egy tanyasi bolt, Ádott Földi Jenő bácsinak a boltja. Ott volt kivételesen egy fehér telefon a frigideren. Ez egy nyilvános bolt volt egyébként, ahol volt egy normális vonalas telefon, ilyen segélyhívó telefon, ilyennek azért kellett lenni, most 85-ről beszélek Magyarországon, és ott megállt a postás egyszer. A következő megálló az nagyjából az én tanyámhoz közeli postaláda blokk volt, ahol szintén megállt, és 3-4 percig ott volt, lenyitotta ezeket a kis bigyuszokat, és oda dobta be kinek-kinek a levelét. Most a Gábor, Presser Gábor oda telefonált arra a vonalas telefonra, mondta a Földi Jenő bácsinak, hogy Jenő bátyám, légy szíves, már ilyen nem ismerték személyesen soha egymást, de tudta a kódokat, meg minden, és a Gábornak brilliáns humora van, meg egy óriási fickó, aki vette az adást, és tökéletesen illeszkedett ebbe a víz, az egész felvázolt helyzetbe. És fölhívta Jenő bácsit Budapestről, a Jenő bácsi a következő posta alkalommal egy papír, egy cetlire, egy hevenyészet cetlire fölhívta, hogy a Gábort kell este 7-kor hívni. Azt a postást bedobta az én rendszerembe, én oda mentem, és másnap elmentem reggel, és fölhívtam a Presser Gábor telefonon. Úgyhogy így született az a bizonyos lemezünk a Gábornak a hihetetlen, asszimilatív, mérhetetlen humorral és szeretettel és profizmussal megalkotott művelet, ilyen alapon ez a 85-ben, 86-ban megszületett lemez. Úgyhogy nem voltam inaktív a tanyasi években, mert ott én a magam rendje szerint és a magam nem tudom, elképzelései szerint csináltam a dolgokat, és lám működtettem, hála Istenek, tehát működni tudott minden. Az még nagyon sokat elmond a vele való viszonyatokról, az egymáshoz fűződő viszonyatokról, hogy társnak, társamnak hívjátok egymást. Szerintem Presser Gáborral nem sokan engedhetik ezt meg maguknak. Hát ez valamikor az együttműködés évei alatt valahogy így lett, és amikor én először szólítottam társamnak, akkor ő is viszont szólított, és ez megmaradt. Tehát mi így is levelezünk, ha levelet váltunk. A Gábor a betegségem ide... Ezt megint csak nagyon nehéz erről beszélni, azt az emberséget, azt a hangütést, azt a humort, azt a kedvességet, ahol terjedelmes levelekbe, e-mailbe írt a betegségem idején, szóval mérhetetlenül visszaigazolja azoknak az éveknek, a 85-ben, 86-ban azoknak a beszélgetéseinknek és azoknak az együttléteinknek az igazi lényegét, hogy ugyanaz az ember ma is, és ugyanazzal a szeretettel áll hozzám.
Egy kicsit nem sértettem meg, mert annál ő sokkal nagyvonalúbb, hogy nem vette sértésnek, de egy picit nem értette, hogy miért csak egy lemezről van szó. Ugye az ő életútját, meg a termékenységét mindannyian tudjuk, és az a fajta zeneszerzői turbulencia benne, ami ugye sokkal több lemezre ösztönözte volna akár velem is, mert hát az Orán lemezek sokasága, a Kómár László annak idején a Katona Klárikának gyönyörű lemezeket írt, meg sok egyéb, akit most nem is jut eszembe. Szóval ő úgy képzelte velem is az együttműködést, és én, ha hiszitek, ha nem, én egyszerűen az újdonsült tanyasi életemnek a békességéből nem akartam kimozdulni, szóval ott én eldöntöttem, hogy én Budapesten nem fogok följárni a stúdiókba, meg hetekig ott lenni, próbálni, meg nem tudom, hanem... Micsoda macera egy lemezért! Igen, úgyhogy én, ha ma is találkozom vele, néha még, nem tudom, az elmúlt 20 évben, ha találkoztunk, mert nem gyakran találkozunk személyesen, akkor azért mindig egy résembe surranok hozzá, és elmondom a szemébe, hogy Gábor ugye nem haragszol, mert én szerintem a kevesek közül való vagyok, aki nem élt azzal a mérhetetlen termékenységgel, hogy nekem is csapolt volna a gyönyörű dalaiból. És mindig megjutatott, hogy társam, nem haragszol. Úgyhogy ez nagyon kedves tőle. És ugyanezek a mondatok elhangzottak Somm Lajossal kapcsolatban még az életében? Tudtátok tisztázni a konfliktusokat? Tudtátok a csomót feloldani? Lajossal kibeszélni sajnos nem tudtuk a dolgokat, úgy igazán arra valahogy nem kínálkozott alkalom, hogy beszéljünk róla, de nagyon megható pillanat volt, amikor a Horváth Attila és ők ülnek a Barva Negra szabadtéri színpadnak a színpad mögötti részén, ott akkor Kitala, vagy nem tudom mivel ülnek egy kis asztalnál, és én bekonferálom a kettőjük dalát, mert a Ha volna két életem, az a Lajos zenéje és az Attila gyönyörű szövege. És a Barba Negra közönségének, nem tudom, voltak 5-6 ezeren, és mondtam, hogy egy meglepetéssel készülök. Spontán ott a szívembe, a színpadon jutott eszembe, hogy megpróbálom a Lajost egy pillanatra fölcsalni a színpadra. És egy nagyon megható pillanat volt, amikor lementem, az Attila talán emlékszik rá, mert senki más nem volt ebbe a backstage területen, csak ők ketten ültek. És mindenki, a barátaink, akik korábban, nem tudom, 30-40-en ott hátul jöttek köszönteni minket, ők már mind elő voltak, hiszen a koncert az történt. És én lejöttem a színpadra, oda guggoltam a Lajoshoz, egy ilyen murvás, köves a hátsó részhez, és legugoltam, megfogtam a térdét, mondom, Lajos, gyere föl a színpadra, nem kell semmit csinálni, csak gyere föl, ott egy nagyon ünnepélyes pillanatnak éreztem volna, és sajnos, mint utóbb kiderül, ez körülbelül fél évvel a halál előtt volt, hát ezt akkor még ugye nem lehetett tudni, de már szegény nagyon rossz állapotban volt, ő is bottal közlekedett meg minden, és amikor azt mondta nekem, Sanyika, nem tudok fölállni. Ez volt az a pillanat, amikor úgy visszamenőleg, hogy mindent jóvá írtam neki, hogy az élet egy ilyen zsákutcába, egy ilyen egészségügyi dráma felé terelte őt, és ezt amikor kimondta, ezt tőle a lendületes, hihetetlen, agilis, mozgékony, több nyelven beszélő, nagyszerű fickótól hallani, ez drámai volt. És nekem külön az volt egy vele személyesen egy mérhetetlen, emlékezetes emlékem, hogy én 15 éves korom óta ismertem őt, tehát szó nem volt piramisról, meg egyebekről, hát ez sokkal később történt, de hogy 15 éves koromban olyan klubokba jártunk, a kőbányai kisklubba, ahol ő, amikor a zenekarával, azt hiszem egy rekord nevű zenekarban játszott, akkoriban lejött, akkor az Egonnal, ami mindig, meg a későbbi feleségével, aki az én akkori szerelmem volt, a Pintér Jutka, ő... Na jó, hát most mit, ez az igazság. És a Lajos lejött a színpadon, és minket hármunkat, mert egy
gimnáziumban meg egy korosztály vagyunk, úgyhogy mi másodikosok voltunk, emlékem szerint 15-16 évesek, és átölelt mind a hármunkat, és örült nekünk, és buzdított. Szóval ezek után együtt dolgozni vele 5 évig a piramisban, majd ezt a drámai mondatot hallani tőle, hogy Sanyika, nem tudok fölállni, és azért nem jött. Az ő dalát játszottuk az Attila gyönyörű szövegével, és ha ő ott lett volna, hát az egy gyönyörű pillanat lehetett volna, de sajnos ez nem történt meg. Teljesen rehabilitáltam a szívemben minden szempontból, nem csak ezen pillanat, hanem egyáltalán visszamenőleg az ő egész tevékenységét. Nagyszerű, szeretetre méltó kollégaként tartom a szívembe. Ezt örömmel hallom. Ugye nyilván a könyv az nem csak az események láncolata, hanem a te személyiségfejlődésednek is a lenyomata, amiben az egyik nagyon fontos elem az volt, amikor aztán te is írhattál már szöveget, és hogy írtál is, úgy értem, hogy ez is egy nagyon fontos állomás volt. A szövegeket érzed? Úgy érzed? Igen, hála Istennek. Hát én sem zeneszerzőként, sose voltam egy vénás zeneszerző, meg szövegíróként sem mondom magam, nem tudom, egy termékeny embernek. Nekem kellenek a megélt pillanatok élménye, viszont rendkívül fogékony vagyok, rendkívül meg tudom figyelni a pillanatot. Nagyon árnyalt, hála Istennek képességem van ahhoz, hogy a pillanatokat, mint egy fotográfiát rögzíteni tudom. És a szívemből bármikor előhúzom, és azokat az emlékeimet, a 71 év alatt lassan azért nem kevés, azokat előhúztam, és akkor leültem is türelemmel. A Demér Rózsinak volt egy óriási mondás, egyszer mondom, Rózsi, hogy kell írni ennyire gyönyörű szövegeket, amiket tész? Szóval Sanyika, seggel kell bírni. Ez volt a tehát, hogy ő zicfleisnek mondja a német, hogy az ülő hús, zicfleis, én ezt inkább finomítva így fogalmazom, úgyhogy nem seggel. De Rózsi spontán érthetően így fejezte ki magát. És tudtomra adta, hogy az türelem kell, hogy egy óriási türelemjáték. Ha megvan az idea, ha megvan az elképzelés, hogy mit akarsz írni, vagy valami, akkor ülj le türelmesen, keresd a rímeket, keresd az értelmet, keresd az ívét a dolgoknak, és alkoss is csináld. Úgyhogy nagyon hálás vagyok neki ezért a mondatért, mert olyan kritikus pillanatokban, amikor valamit éppen készültem már föladni, hogy végképp nem bírok vele, akkor mindig eszembe jutott ez a lendítő mondat. Termékeny továbbra sem vagyok, de ennek ellenére mondjuk most éppen körülbelül 40 vadonatúj dal, zenével, szöveggel, mindennel van a tarsolyomban, hála Istennek. Azért te is többször említetted ezt az elmúlt 2 évben jelentkezett betegséget, aminek mondjuk régebbi a gyökere, de annyira tetszik, amit a könyv végén írtál ezzel kapcsolatban, hogy te ezt elfogadtad, mert abszolút. Ezzel meg tudod adni neked egy lehetőséget arra, hogy még inkább kiéld a lassúságra való hajlamodat, és a megfigyelésre való hajlamodat. Én egy rendkívül nyugodt ember vagyok, azt is szerintem, hogy a színpadokon, meg egyáltalán történtek után szerintem kevesen hiszik el, de én eredendően egy mérhetetlen nyugodt ember vagyok. Úgyhogy alacsony vérnyomás az nincs, azt nem mondom. Mert egyébként vérnyomás probléma okozta ezt, ami velem történt, amit soha nem hanyagoltam el, de hogyha egy kicsit szóba hoztad, akkor annyi előzményként, hogy én körülbelül 5 évvel ezelőtt egy ilyen rutin vizsgálatra mentem, a jogosítványomat meghosszabbítandó, egy szexárdi körzetorvoshoz, és akkor volt egy olyan vérnyomás értékem, amit nagyon soknak talált, azt mondta, hogy most nem adhatnák ki nekem a papírt, de ha megígérem, hogy elkezdem mától szedni ezt a gyógyszert, és mérni rendszeresen a vérnyomásomat, meg minden, akkor kivételesen kiadja. És utána el is kezdtem mérni, és szedtem a gyógyszert, és szerintem, hogy nagyjából bekalibráltam, de időközben 5 évre rátörtént valami, ami történt 2022-ben, akkor már nagyobb dózis kellett volna szednem, és én nem mentem
továbbá orvoshoz, és nem ugyanis ezeket az értékeket úgymond beállítják, és ehhez lehet, hogy a legcélszerűbb kórházba feküdni egy pár napot, hogy a szakorvosok azok bekalibrálják, hogy reggel, délbe, este milyen vérnyomás értékeid vannak. Úgyhogy én tisztességgel eskü alatt mondom, hogy minden áldott nap szedtem azt a pöttnyi adag gyógyszert, amit, és azt a fajtát, amit a doktornő javasolt. De hát sajnos a koleszterinnel, ami egy titokzatos dolog, mert én vegetáriánus voltam 25 éven át, és amikor ez velem történt, akkor is vegetáriánus voltam. De ennek ellenére a koleszterin valami miatt, ez lehet, hogy öröklött dolog, vagy ki tudja, az magas volt, és a koleszterin és a vérnyomás összjátéka az okozta végül is ezt a betegséget, ami velem történt. És hát valójában, ahogy mondod, ebbe az állapotban most már a komfortérzetem egyre jobban működik, hála Istennek, és nagy utazásokat tettünk a Gyöngyivel, akivel 3 éve most már együtt élünk, és nem tudom, 5500 kilométer Spanyolországba, Franciaországba, Olaszországba, úgyhogy azt az ízfelsenséggel kell bírni nekem, ugye, aki nem vezetek, de flottul bírom, hála Istennek, végig beszélgetünk, zenét hallgatunk, és hát ő az egyik lejegyzője a könyvnek, úgyhogy hála Istennek sok olyan magánéleti vonatkozásba, meg bensőségesebb dolgokba ő volt az, akivel átbeszéltük, és neki meséltem el az életemnek azokat a dolgait. A Bálint Csabáról még kevesebbet beszéltünk, ő pedig a Rock Múzeumnak az elnöke, a szakmánk, a zeneszakma minden tudója, aki mérhetetlen időrendben és mindenben számon tartja a zenevilágnak a históriáját. Ő volt az, aki megajándékozott engem 2022-ben egy Radics Béláról írt könyvébe, többek között több könyvet kaptam tőle ajándékba, de lévén azt nem meséltem el, pedig kellett volna az Egon időkről, amikor beszéltem, hogy mi az Egonnal állandóan a Radics Béla koncert, tűzkerékre, sakmata és minden olyan koncertre jártunk, és én nagyon, nagyon szerettem személy szerint a Bélát, egy óriási formátumú embernek tartom, aki csodálatos üstökösként volt jelen a magyar könnyű zene égboltján. És a Bálint Csaba, amikor megajándékozott a Radics Béla a Rock korszakban című könyvével, azt olvasva annyi emléket, annyi a Bélához fűződő csodálatos emlékemet idézte föl, nagyon tetszett a hangütése, amit használt a könyvbe, és akkor döntöttem el, hogy szakmailag őt kérném föl, a Gyöngyi a magánéleti dolgokat és az egyebeket írja, és a Csabával pedig szeretném a szakmai dolgokat átbeszélni. Úgyhogy ő, még egyszer mondom, a zene világunk minden tudójaként nagyszerűen végezte a dolgát, és időrendbe és évekbe az én pályámnak az idejét is abszolút feldolgozta, és így született meg végül is ez az alkotói hármas, hogy így hárman dugtuk össze a fejünket, és csináltuk nagyon derűs időrendben, derűs körülmények között, időrendben, minden emlékezetes benne, szerettem csinálni, nagyon nagy öröm volt. Öröm sugárzik szerintem minden lapjáról, mert tényleg nagyon nagy egyetértésben is boldogan csináltuk és született. Ráadásul rengeteg fénykép is van benne, amit mindenhonnan összeszedtetek, akár ugye a sajátok nyilván, de hát egy csomó forrásában néztem, 240, hogy... 240 fotó van benne. És nem amúgy csak a végén 3-4 itt elrejtve, hanem már az elején itt a kicsi Sanyika, aztán amikor beindul a rocker Sanyika, aztán amikor jön Tanya Sanyika, szóval hogy úgy jön az összes időszakból, van macskás kuszkusz is megvan, kuszkuszképét kaptam én meg ennél az ominózus barátkozós találkozásnál, illetve hát van olyan, amikor egy macska csokorral vagy lefényképezve, úgyhogy azért a könyvbe is bekerültek a macskák. Igen, nagy barátja vagyok a macsekoknak, igen. Ez ott anyán kezdődött tulajdonképpen, amikor hozzánk szegődött a házunkhoz egy-két macsek, időközben kiderült, hogy egy szomszéd
kutyás gazdának a macskája talált menedéket nálunk, mert ott valami békétlenség volt. Úgyhogy így városlakóként, már úgy értem, aki akkoriban leköltöztem, így kerültem kapcsolatba házi állatokkal. Nagymamámnál kicsi gyerekkoromban, édesapámnak a szüleinél ott tapasztaltam a vidéki udvarnak a sokszínűségét, állati, növényi, mindenféle vonatkozásban, de a tanyán, amikor leköltöztem, emlékszem, hogy az a nálunk menedéket talált cica volt az a kedvenc, akit befogadtunk, és babosgattuk, és etettük, és minden. Úgyhogy igen, és aztán onnantól kezdve a macskáknak az egyénisége, nem akarok nagy fejezetet nyitni erről, de szóval akinek van esetleg, vagy került kapcsolatba, szóval ők olyan egyéniség, olyan mérhetetlen, megzabolázhatatlan, meg korumpálhatatlan állatok, az ő egyéniségük az mindenek feletti. Valószínűleg ez tükörképként engem nem bozza. Akartam mondani, örülök, hogy magadnak meg felállítottad ezt a tükröt. Igen. Úgyhogy így, és hát volt, amire emlékszel, amit kedves, hogy macska csokorral, az ásatalmi tanyán történt, hogy időközben már saját macskánk lett, és ők szültek kicsike, az anyamacska szült kicsiket, és amikor elmentünk nagy sétákra, minden áldott nap, szinte 20-25 kilométer sétákat tettünk Zsófi akkori feleségemmel, és volt egy olyan Jackie, aminek ekkora lenyitható zsebe volt, itt volt egy gomb, és egy ilyen szokhatalmul nagy gomba Jackin, és ide a három kis ekkora pici macskát ide betettem, és úgy mentünk sétálni. Most hát ők alig nyitották még, tehát ilyen 8-10 naposak lehettek. Az a fajta harmónia, hogy én éreztem a szívem fölött, ahogy ők elrendeződnek, és aludtak végig. Én igyekeztem a lépéseimet, de hát a homokos talajon ugye nem nagy bravúr, csöndes halk léptekkel haladni, tehát vigyáztam, tehát nem futottam, meg nem léptem nagyokat, meg nem tudom mi. Tehát ez a szívem fölötti három kis állatnyó, benéztem, leizettem, és hogy láttam, hogy teljes békességben összegabajodva ott alszolak, szóval az nagyon kedves volt a szívemnek. És hát igen, nagy macska barátság, és ma pedig egy kuszkusz nevű cicánk van, aki egy vörös, vérhetetlenül kedves. Hosszú lenne elmesélni, nagyon titokzatos előélete van, mert ő Párizsba született eredően, hogy kezdődik az egész dolog, és ilyen áttételeken keresztül került a Gyöngyi jóvoltából le egy bizonyos mecseki gyönyörű faluba, Kisülbányára, ahol ő neki háza van. És lévén ő a volt férjével kutyákkal élt, két kutyájuk volt, és amikor a kuszkusz lekerült oda, és a kis hordozóból kitette, akkor napokon belül eltűnt, mert ugye félt a kutyáktól. És a mecsek rengetegében, hát ott igazi őserdő ez, tehát ilyen szinte érintetlen a mecseki, Kelet-Mecsek tájvédelmi körzetnek egy gyönyörű települése. Ott eltűnni, hát ugye nem nagy bravúr. És a kuszkusz el is tűnt, és a Gyöngyi semmit nem tudott róla. És amikor én fölköltöztem a Covid idején, ezelőtt 3 évvel, mert ilyen családi egyesség született, a leányom édesanyja és a Gyöngyi hárman megbeszélték, amikor a gyerekek, ugye volt ez a figyelmeztetés, hogy az általános iskolai korú gyerekek viszik, vihetik esetleg a kort, és az együttélő idősebb generáció, szülők vagy több generáció él együtt, akkor az idősekre védelme. És ekkor én fölköltöztem Kisújbányára, és valójában azóta én ott élek, ez már körülbelül 3 éve van, és úgy képzeljétek el, hogy kuszkusz másnap megjelent reggel a tornászon, én a Gyöngyit, a ház tulajdonosát kérdezem, mondom, Gyöngy, itt van egy vörös cica, nagyon szép, meg jó állapotban van, de te tudod, hogy ki ő, vagy valami kiment, és 2 év után, 2 évig ez az állat úgy, hogy csodálatos állapotban volt, tehát hogy semmi a szőrén, a viselkedésén, semmi nem látszott, hogy ő valami drámaként élte volna meg ezt a 2 évet. 21 állandó lakosa van ma a településnek, tehát hogy ott hol talált menedéket, hol tudott annyi élelmet elcsorni más állatok elől, vagy valami, ezt titok máig. És én, amikor oda kerültem, de ez mérhetetlen megható, tehát azért érzek vele nagyon komoly
viszonyt, vagy lelki összefüggést, mert amikor én oda betoppantam, másnap reggel ő 2 év után előkerült, és azóta ott van velünk, és egy csodálatos, melegszívű kis állat. Ő a kuszkusz. Én pedig egy kis szerencse macskát hoztam neked némi csokoládé kíséretében. Ehető? A csokoládé igen, a szerencse macska nem. Az kerámiából van. Ide adom, majd ráérsz kibontani. Köszönöm. Annyit a történetéről. Köszönöm. Hogy a 15. kerületi önkormányzat ilyen foglalkoztatójában készítik ezeket a pici kerámia szerencse macskákat, és amikor én ezt megláttam, akkor tudtam, hogy ez nálad remek helyen lesz. Köszönöm szépen, vigyázok rá. Ami ehető róla, azt leszem. Azért vettem mellé a csokoládét is, hogy legyen ehető is. És most így azon gondolkoztam, hogy tényleg ott van benned a rockstar, a rengeteg zene, az, hogy azért a zene az kitölti az életed egy részét, de ott van benned a csend is. És hogy most a könyvvel járó felhajtás után, már te nagyon vágysz vissza a csendedbe, igaz? Igen, de és akkor itt most belekezdek, hogy a kiadót méltassam. Ez úgy kezdődött, hogy legjobb tudomásom itt van Balog Ákos úr, aki a Librinek a volt tulajdonosa, akihez bementem valamikor 2 évvel ezelőtt, mert egy szívlélek, körülbelül 50 éves barátom, a Puszta Dóra, aki tudom, hogy itt van, a jelenlévő között, ő volt az, aki bemutatta nekem a Balog úr feleségét valamikor 5 vagy 6 éve, és amikor a Libri szóba került, akkor én, ha eltettem a szívembe, hogyha valamikor esetleg könyvírási szándékom lenne, akkor megkeresném ezt a hölgyet, illetve a férjét, Balog Ákos urat. És ez történt, tulajdonképpen így indult minden, hogy fölhívtam a Dórikát, mondom, Dórika, megvannak még a barátaid? Azt mondja, igen. Örömmel és megtisztelő volt, hogy ezelőtt körülbelül egy kicsit több, mint egy évvel ezelőtt Balog Ákos úr, akkor még a Libri tulajdonosaként fogadott engem. Mint utóbb megtudtam, hogy egy mérhetetlenül jómódú ember, és hát nagyon nagy gazdasági tényező a magyar könyvkiadás és egyáltalán az üzleti életben, úgyhogy nagyon megtisztelő volt, hogy szerényen, nagyon kedvesen fogadott. Körülbelül egy hétre rá a televíziót gyanútalanul nézem, egy esti híradót, és éppen adják át a gyerekkorom egyik nagy áruházát, a Corvin áruházat, megújult arculata. Kiderült, hogy ő az is az övé. Úgyhogy egy komoly emberről van ilyen értelemben szó, aki belendítette tulajdonképpen a Szikrát, illetve a Libri nyugati téri székházába fogadott, és egy órába beszélgettünk, és ő tulajdonképpen felvázolta azt a kiadói környezetet, a Helikon kiadónak az egész vezérkarát, hogy ők lesznek azok, akik ezt a könyvet fölvállalják. Innen szeretném hálás szívvel megköszönni az úrnak, M. Nagy Miklós úrnak, aki ezt a párbevezető szót elmondta, ő a könyvnek a főszerkesztője, aki mérhetetlen szakmaisággal és hihetetlen profizmussal és embersége és nagy-nagy zenebarátsággal állt kezdettől fogva a könyvhöz. Időközben egy pár héttel ezelőtt lementünk a Kner nyomdába, Gyoma Endrődre. Oda jellemző módon úgy képzeljétek el, hogy vonattal jöttek le 5-en a kiadótól, csak azért, hogy ez az esemény megtörténjen, hogy az első nyomatokat és az első szakmailag értékelhető dolgokat ott kiértékeljék. Itt kell megemlítenem Széplaki Gyöngyi, Tajti Zsuzsanna nevét, akik mind zenebarátok, nagyon nagy zenebarátok, ami időközben egy ilyen banketszerű ebéden derült ki. Úgyhogy amikor arról beszéltek, és ott akár még egy dalt is énekeltünk volna együtt, meg mindenet, amiben hányadában részt vettem,
De szóval emberséggel, profizmussal, az arculatot, a képeket, a gondossággal elkészített dolgért, és nem utolsó sorban Pál Andris barátomat kell megemlítenem, aki a sajtóreferensként és marketinges főemberként összefogta az egész dolgot. Nem tudom, mennyire követitek, én nem vagyok egy nagy bravurista a gépen, de ma délelőtt, amikor néztem, így áradtak az információk, mert ez a fajta profizmus, ahogy ők összeállították ennek az egésznek a piacra bevezetését, az egy bravúros és hihetetlen profi munka, hogy innen szeretném mindannyiatok hálás szívem megköszönni. Köszönöm. Akkor ezek szerint a benned lévő történetek egy része bekerült a könyvbe, egy jó része, nyilván nem lehetett a teljes. A jó része majd a második. És ezen gondolkoztam, hogyha benned van 40 dal, akkor még mi minden szorult beléd, amit a következő évekre tervezel kiengedni? Na jó, hát azt majd meglátjuk. Először is minden nap nagy igyekezette rajta vagyok azon, hogy javuljon az állapotom. Ez tulajdonképpen egyfajta izomgyengeség, egyfajta nehezen mobilizálható olyan állapot, ami egyáltalán nem drámai, meg nem tudom, csak hát meg kell szokni, hogy ahhoz a fajta korábbi mozgás, nem tudom mi, volumenekhez vagy szélességekhez képest ugye korlátozva van az embernek a lépéstávolsága, meg minden egyebe, de én méretetlen fegyelmezetten teljes békességbe és teljes tudomásul vételébe állok ehhez az egészhez. Úgyhogy mi a következő megnyilvánulásom, arról nem tudok beszámolni, mert semmi nincs igazán a tarsolyomban, de lehet, hogy zeneileg is valami dolog készül, mert illetve nem készül, hanem hogy leülünk egyszer és nekiállunk. Tudom, hogy a zenebarátok sokasága ösztönző levelekbe, kommentekbe hírt ad arról, hogy szeretik a múltamat, szeretik a jelenemet, és kíváncsiak lennének a jövőre. Hogyha az megtörténik, akkor én nyitott szívvel állok a dologhoz. De hogy ez mikor lesz, mikor nem, ezt én nem tudom. Szívből remélem, hogy nem ez az utolsó találkozásunk veletek sok-sok zenebaráttal. És azt kívánom, hogy így együtt továbbra is szívbe összetartozásba fogjunk össze, tartsunk össze.